először is, tehát ez egy személyes történetem alapján készült, és valóban, amikor ez az élmény megtalált engem, akkor volt egy ilyen mozzanat, annak során, amikor tényleg csak futottam egy ilyen hotelnek a folyosóján, és próbáltam segítséget szerezni, de nem jött össze. És akkor tényleg így végig szaladt a fejemben az a gondolat, hogy úristen, ha most egy filmben szerepelnék, egy horrorfilmben, és jönne mögöttem a rém, és kergetne, akkor most Oscar-díjas alakítást nyújtanék, annyira hiteles vagyok. Hát ez itt nyomoromban a futás közben jutott eszemben, és egy egészen véletlen az, hogy ebből most egy film lett, és ezt Szirák Tamásnak köszönhetem. Ha ő nincs, akkor nincs az a pici szikra, ami ezt az egészet beindítja. És azt is köszönöm Tamásnak, hogy hajlandó volt egy kicsit hagyni, átgondolni azt a koncepciót, amit ő szeretett volna. Így aztán a film egy 10 perces rövid film lett. Először meglehetősen horror stílusonak szerettük volna, ezt most inkább dráma és thriller közé lőném be. A felkérés az úgy történt, igazság szerint, hogy eredetileg én kértem meg a Ritát a saját produkciómra, hogy szerepeljen az egyik úgymond horrorfilmembe, saját készítésű horrorfilmembe, és úgy alakult a beszélgetés, hogy közben mondta a Rita, hogy neki is lenne egy hasonló jellegű története, amit így, hát hogyha megoldható, akkor közösen vigyünk véghez, és hát az ilyen dráma jellegű dolog lenne, és mondtam, hogy hát gyakorlatilag miért ne, és hát nagyon szívesen így elvállaltam így az operatőri munkákat, és akkor így közös erővel elkezdtük megvalósítani ezt a dolgot, és folyamatosan csatlakoztak hozzánk kedves barátok, ismerősök, hogy támogassák a projektet, mind technikailag, illetve mind akár anyagilag is, így minimális szinten. Sziasztok, Nyutai Norbi vagyok, és engedjétek meg, hogy beszéljek egy kicsit a FUS rövidfilmről, ami ugye egy nagyon komoly és állandóan jelenlévő társadalmi problémáról szól, ugye a családon belüli erőszakról, a nők és a gyerekek bántalmazásáról. A filmben én úgy kerültem bele, hogy ugye megismerkedtem Ritával az egyik közösségi oldalon, jelentkeztem az ő FAIR produkció kis csapatába, mert igazából azt kell rólam tudni ezzel kapcsolatban, hogy egy jó ideje már én is kiemelt statisztaként dolgozgatom, vállalok lehetőségeket, és hát vonz a filmes világ, vonz a szereplés. És ugye Ritát megkerestem, tanácsot kértem tőle, hogy hogy tudnánk még fejlődni. Beszélgettünk, és akkor ő egyszer csak egy nap rám írt, hogy volna egy rövid film, amiben engem el tudna képzelni szereplőnek, de hozzátette, hogy nem nagyon fogok látszódni a filmben. Elmondta, hogy miért is. De én ugye nagyon megörültem a lehetőségnek, és azt mondtam, hogy persze vállalom, mert ezzel is gyakorolhatok, szokom a kamerát, referencia anyagként. Én azt gondolom, hogy elmondhatom majd, hogy szerepeltem ebben a filmben is. A csapat nagyon gyorsan verődött össze, hát már a karantén időszak teljes végén voltunk, és lassan, tehát pár napon belül nyitottak a szállodák, és nagyon gyorsan kellett szereznünk egy olyan helyet, ami befogad minket, és üresek a folyosók, üresek a terek, nem találunk semmit, hát szerintem ennél jobb helyzetünk nem is lehetett volna, tehát ha valamire jó volt a karantén, akkor erre, hogy ezt a filmet le lehessen forgatni. Így aztán a csapat, a Tamás hozta a Gulyás Tónit és Szilvási Pistit, a Wow Media teljes háttér erőforrásait, és becsatlakozott Kóbor Attila a fotóval,
és Newt Ali Norbi, aki a szereplőtársam volt, illetve Farkas Bogi, akinek a szárnyai alá került később az egész társaság. Én operatőr voltam a filmben, illetve ugye amikor elkezdtük a filmnek az utómunkálatait, akkor a vágásban is közreműködtem, illetve még a hangutómunkában is, tehát gyakorlatilag a hangvágás része, azt én készítettem, illetve még a fényelésnél, tehát szintén a videós utómunkánál a fényelést is én követtem el végül. A következő lépés az az volt, hogy Fejesíti a színésznő bevonta Szűzsdórát rendezőként, közösen megírták a forgatókönyvet a Ritával, és utána nekem az volt a feladatom, hogy gyakorlatilag a technikai forgatókönyvet összerakjam, ugye a jelenetek alapján kitaláljam gyakorlatilag a kameraállásokat, hogy mi hogy legyen felvéve. El kell, hogy mondjam, hogy mindenki saját zsebből egyszerűen a hivatás, tudat vagy a szívügy kérdése miatt támogatták ezt a filmet. És ha nincs Bogi, és nem hozza ki a finom túrós sütit és az italokat, akkor éhen veszünk. Na nem, mert mindenki készült szendvicsekkel, de valóban nagyon-nagyon jól jött, hogy kaptunk ilyen támogatást is. Azóta egyébként nagyon sok civil megmozdult, és anyagi támogatásokat kapunk a bankszámlánkra, és ez lehetővé teszi azt, hogy a film azt szárnyalhasson, nagyon sok helyre elvigye ennek a témának a fontosságát, és felhívja rá a figyelmet. Úgyhogy most jelenleg 12 fesztivál jelentkezésnél tartunk, ezek túlnyomó része Goldos vagy Academy Award előválogató is. Már annak is örülni fogunk, ha bármilyen fesztiválon bármilyen díjat kapunk, mert ez mutatja azt, hogy más ember is fontosnak gondolja a családon belüli erőszak témáját. Szóval a társaságnál tartottunk, hogy mindenki saját zsebébe nyúlt akkor, amikor dolgozott a filmen, utómunkában, vagy ott a helyszínen, vagy előzetes terepbejáráson a saját idejüket és pénzüket, energiáikat áldozták erre, amit nagyon szépen köszönök. Ez egy nagyon szeretett gyerekünk lett, ez a film. Hát a feltérképezés az úgy zajlott, hogy ugye megérkeztünk a helyszínre autóval, ez egyébként a Forsters vadászkastély és hotel, ami Bugyin található, ez egy fantasztikus helyszín. Tehát megérkeztünk, és nagyon kedves volt a fogadtatások, beengedtek minket, és először is a belső részt, tehát ahol forgatunk, a folyosót, tehát az első emeleten voltak ugye a szálláshelyek, a szobák, és akkor ott leellenőriztük a folyosót, illetve megnéztük majd, hogy a fényekkel hogy fogunk tudni boldogulni ugye forgatásnál. Majd megnéztük a külső terepet, szépen körbejártuk, és megállapítottuk, hogy tökéletes lesz ugye a forgatáshoz. Nagyon élveztem a forgatást. Ez a negatív szerep, ez kicsit úgy eleinte megijesztett, mert nehéz volt belejönnem magam. De ment, hál' Istennek ment. Nagyon sokat segített nekem Rita, hogy mit, hogyan csináljak. És szerintem jól megcsináltuk. Hihető, abszolút, és hát úgymond letaglózó az egész, tehát nagyon-nagyon durvára sikerült. Megemlítem még a Forster vadászkastélyt és hotelt, akik nagyon szívesen beálltak az ügy mögé, és akivel pariban vagyunk, ha lehet így mondani. Ők a szelíd motorosok, a zaklatások ellen civil csoport, aki immáron Magyarországon 1000 őrült motorosból áll, nőkből és férfiakból, főként férfiakból, akik a félelemben élőket támogatják. Én szerettem volna, hogyha ez a csapat a filmet a kis szárnyai alá vonja, és azóta mi együtt adjuk a tévéinterjúkat, a rádióinterjúkat, és szeretném, hogyha ők ismertebbé válnának, és eljutna a híre a félelemben élőkhöz,
hogy létezik egy ilyen csoport és egy ilyen csapat, akiket lehet hívni, ha baj van. Jelenleg Magyarországon az, hogy valaki rendőri feljelentést tesz, vagy intézkedést tesz lehetővé valamifajta bíróságon, vagy rendőrségen, abszolút nem jelenti azt, hogy a bántalmazottak egy védett helyre kerülnének, sőt, legtöbb esetben a bántalmazott gyerekeknek és a nőknek vissza kell menniük a bántalmazókhoz. Sejthetitek, hogy miért létezhet egy olyan statisztika, hogy a bántalmazotta eseteknek a 14%-a jut csak el a rendőrségre, ebből vajon mennyi jut el a bíróságra? A saját ügyemből kifolyólag is elmondhatom, hogy semmit, de semmit nem jelent az, hogy bírósági feljelentést tettem. Egyedül azt hiszem, talán magamnak meg a családomnak okoztam ezzel kellemetlenséget, az elkövető szabadon járkál és csinálja a kis dolgait. Szóval a statisztikák borzalmasak, a nem hivatalos statisztikák szerint heti 2-3 nő hal meg otthon. Csak azért, mert agyonverte a kedves párja, vagy a rokona, vagy megölte ilyen-olyan módon. A gyerekek száma havonta egy, nem hivatalos szerint ez is jóval magasabb, és hát 100 000 száma van azon gyerekeknek, akik lelki, fizikális vagy szexuális bántalmazás áldozatai. A jövőt azt mi felnőttek építjük, jelenleg most még a gyerekeinknek egy kicsit gondolkodjunk el azon, hogy mit építünk. Én azt gondolom, hogy ha a kormányzati szinten jelen pillanatban nem is, de a civil társadalomban, a hétköznapi emberek fejében el lehet érni egy változást ezzel a filmmel, inkább úgy fogalmaznék, hogy kopogj be. És kérdezz rá, hogy mi újság, sokszor rengeteget számít az, hogy valaki nem megy el és nem nézi el egy őrült ember őrült viselkedését. Szerintem ezt a filmmel és azzal, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk a filmre, egyre több embernek a tudatához jutnak el ezek a számok és ezek az információk, ezzel esélyünk van tenni valamit. Én színésznő vagyok, és a honlapomon is ez áll, hogy én a csodákban és a változásban hiszek, és azt gondolom, mind a kettőnek nagyon nagy szerepe van manapság ebben a világban. Az a gondolatom támadt, hogy ezzel a filmmel lehet változást előidézni. Csodákat talán nem, de változást egészen biztosan. Forgatási nap úgy zajlott, hogy szintén ugye mindenki időben megérkezett, és akkor rögtön gyakorlatilag az első emeleten található folyosóra berendezkedtünk, és akkor ugye az leírtak alapján szépen elkezdtük a benti forgatást. Személy szerint én nagyon élveztem, és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, munkáját. Kedves barátom és kollégám, ugye, Gulyás Antal, aki a WOW médiának a tulajdonos, a vezetője, ő biztosította a megfelelő technikai felszereléseket, illetve Szilvási István, aki a hangért volt felelős, tehát a hangot rögzítette, és még egy csomó mindent, tehát gyakorlatilag
többrétű volt az ő munkája. Ott van ugye Fejes Rita, aki gyakorlatilag végig ő szerepel az egészben, tehát ő játszott el az egész sztorit, gyakorlatilag róla szól a film. Amatőr színésznek sem tartom még magam, ahhoz azért több idő kell, hogy ez formálódjon bennem, de vállalok ugyanúgy kiemel statiszta szerepeket. Vár is rám pár lehetőség még a nyáron, tehát már úgy mondhatni be vagyok táblázva. Tök jó, ennek örülök, de ennek még különösebben örültem, hogy szerepelhettem ebben a filmben, amely egy nagyon komoly, tényleg komoly társadalmi problémáról szól. Most azt beszéltük, hogy az idő ne rövidítés a vége. Csinálnánk egy olyat, hogy előről követle, egy olyat, hogy tulajdonképpen a te szemszögedből, tehát hátulról követle, és akkor ebbe vágnánk bele olyat, hogy lábfut, arc, így elmozdul csak a képben, egy ilyen hátranézős, amit úgy tudod, pont be tudunk vágni, egy ilyen hátranéz, rohan tovább, tehát kézközeli, hogy megfogja el, tehát ezeket próbáljuk majd meg belevágni ezekbe a rohanos képekbe, és ottan hátra meg lesz a rendület, és nyerünk ide. Most ez jó, a cél. Akkor most onnan na, akkor ide. Most onnan fussunk ide. Annyiban volt nehezebb az egész dolog, hogy gyakorlatilag ő ezt igazából is sajnos kénytelen volt átélni ezeket a szörnyűségeket, és gyakorlatilag saját magát játszotta ugye a filmben. Hát ez volt az egyik nehézség, ami ez hihetetlen milyen erő kellett ahhoz, hogy ezt gyakorlatilag így el tudja saját magát játszani, hogy újra átélte ezeket a szörnyű pillanatokat. Ez volt az egyik dolog. A másik meg, hogy kisebb sérüléseket szenvedett forgatás közben, mert hát végülis végig mezitláb szerepelt, és hát ugye a kinti jeleneteknél ott ugye bejebb is kellett mennie az erdőbe, tehát gyakorlatilag a talpán keletkezett egy majdnem 1 cm-es seb. Tulajdonképpen egy ág beleállt a lábába. Sziasztok, Kóbor Attila vagyok, a FUSS rövid filmfotósa. Amikor Fejes Rita színésznő fölkért engem a munkára, azonnal elvállaltam. Mondjuk megmondom őszintén, fogalmam sem volt, hogy mit jelent egy filmforgatáson fotózni, de álltam a feladat elé, mivel egy jó ügy érdekében készült ez a rövid film. Úgyhogy mindenképpen szerettem benne részt venni, így nagy örömmel fogadtam a hívását. A fotózáson a feladatom a stábtagokról a verkfotók készítése volt, illetve jelenetfotók készítése, illetve a plakátfotó elkészítése, ami elég fárasztó volt egész nap, megmondom őszintén, de nagyon megérte. Remek embereket ismertem meg a stábtagokban, illetve a Szelíd Motorosok egy csoportját is volt szerencsém megismerni, és be is vettek a tagok közé, mivel én is motoros vagyok. Úgyhogy fantasztikus élmény volt, remélem hatalmas sikere lesz a filmnek, és hajrá Fustin! Jók voltatok! Hát nagyon köszönöm a stábnak, meg a Pistinek, hogy ezt összevágja, a pince bogaraknak, akik döglött állapotukban tökéletes tép, vagyis hetragasztást, jelzést mutattak nekem a hideg padlózaton, amikor futnom kellett. És köszönöm szépen annak a hölgynek, akihez azóta a térdemmel járok, mert hogy én nem tudok semmit se így félváról venni, főleg, hogyha a filmről vagy színházról van szó. Szóval olyan szinten erőbedobással futottam és futottam, hogy teljesen szétment a térdem, úgyhogy jelen pillanatban a hölgy gyógyítgatja és tépelgeti és csinál vele mindenfélét. Ez is a film hozadéka. Köszönjük az összes olyan támogatónak, akiket arcról nem is ismerünk, hogy úgy gondolták, hogy pénzt adományoznak nekünk azért, hogy minél több fesztiválra tudjuk elvinni ezt a filmet, hogy némi munkadíjat ki tudjak fizetni azoknak a kollégáknak és az alkotóknak, akik jó része még most is hát velem együtt itthon várja a megrendeléseket és a színház és egyéb lehetőségeket. Hajrá Fuss film! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a verkfilmet.
Nézzétek meg majd a trélert és a filmet is, azt majd egy picit később a fesztivál osztatások miatt, és ne felejtsétek el azt a gondolatot, hogy kopogjatok be. Köszönöm, sziasztok!